Televíziónk vendége F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akivel számos térségünkben zajló beruházásról fogunk tájékoztatást kapni. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Számos beruházás és fejlesztés zajlik a városunkban, illetőleg a térségünkben is egyaránt. Kezdjük Karcaggal. Épül, szépül a piac. Mikorra várható a munkálatok befejezése? Miért fontos ez? A piac elkészülte a város, valamint a térség lakói számára? Hát, hogyha karcagi ember is jár a piacra, és kevés karcagi ember nem szokott járni a piacra, bár ugyan van már bevásárló központ Karcagon, de a piac az mindig egy találkozási pont. És én gyerekkoromban is a úgynevezett Baromfi csirkepiaci rész, ami most lefedésre kerül, az mindig egy kicsit ilyen mostoha része volt a piacnak, hiszen a piaccsarnok az télen is, esőben is az egy védett hely volt, de akik kint árusítottak most már zöldséget, különböző dolgokat, azok mostoha körülmények között voltak. Most ezzel az új fejlesztéssel fedett rész kerül itt az elárusító helyek felé, új pultok kerülnek, új asztalok, és én azt gondolom, hogy egy 21. századi, egy igazán szép piactér fog kialakulni Karcagon, és bízom benne, hogy valamikor a tavasz folyamán, már amikor jönnek a jobb idők, akkor átadásra kerülhet ez az új rész, és én azt gondolom, hogy méltó és nagyon szép piaccsarnok fog megvalósulni a piaccsarnok mellett ez a fedett rész, és hát most látjuk azt, hogy milyen szűkös, amikor az építkezés van, igazából kell ez a bővítés, kell ez a hely, és jó lesz az, hogy a piacon mindig friss zöldséget, friss gyümölcsöt lehet vásárolni, és hogyha le fog járni ez a járvány, akkor gondtalanul fogunk találkozni ismerősökkel, barátokkal, és nem csak egy jó vásárlási, hanem egy jó találkozási pont is lesz a piac. Állami kézbe kerül a karcagi járásbíróság épülete, mit lehet tudni a részletekről? Hát ez egy nagyon érdekes történet, én körülbelül már 8-10 éve foglalkozok ezzel az üggyel, hiszen ez egy nagyon érdekes történet volt, hiszen ez az épület járásbíróságnak épült. 90-ben, amikor az állam és az önkormányzatok vagyona rendezésre került, akkor Karcagváros önkormányzatának tulajdonába került ez a bírósági épület, amely bíróságnak épült, és mindig annak is funkcionált. És érdekes módon nem kötött senki szerződést az állam részéről az önkormányzattal, hanem csak ilyen szokásjog alapján használta, tehát nem fizetett bérleti díjat, fizette a rezsiszámlákat, és ez egy rendezetlen állapot volt. Amikor a bíróság úgy döntött, hogy bővíteni kellene a bíróság épületét, az ügyészség, hiszen az ügyészség is ott van elhelyezve, akkor rájöttek, hogy rendezetlen a tulajdon viszonya, és az állam olyan épületet szeretne felújítani teljes mértékben, ami az ő tulajdonában van, és bizonyára sok karcegi tudja, hogy akarják bővíteni is az a sarki telket, ahol a csillagcsemege van, azt a vasbolt, azt a részt le akarja bontani a város, és oda akar egy új ügyészség, bíróság épületet, ami egybe lesz építve a mostani épülettel, és ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogy az állam megvásárolja a várostól ezt az épületet. Így a eddig is városi bíróságként, járásbíróságként lévő épület most nem önkormányzati tulajdonban lesz, hanem már az állam fogja fenntartani, és ő fogja felújítani. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.